ott kéne lenni? Nincs kamera. Filterrel mondtam az időt, nem mindjárt meg. Szerintem nincs. Ez egy jó. Akkor más a szituáció. Kérem szépen. Kik a díszpámolyban jönnek? Egyházi vezető. Köszöntöd őket külön. Szép jó reggelt kívánok, tisztelt képviselőtársaim, nagy szeretettel köszöntöm Önöket és mindazokat, akik figyelemmel kísérik mai munkánkat. Az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszakának negyedik ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés vezetésében Tiba István és Hegedűs Lórántné jegyzők lesznek a segítségemre. Tisztelt képviselőtársaim! Soron következik a lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Lukács Tamás, Vejkei Imre, Varga László és Harag Péter, kereszténydemokrata képviselők önálló indítványát Téper 3507-es számon, a bizottsági ajánlásokat pedig Téper 3507-es/1-es és 2-es számokon ismerhették meg képviselőtársaim. Engedjék meg képviselőtársaim, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem az ülésen megjelent egyházi vezetőket, vallásfelekezeteket és vallási közösségeknek a vezetőit, munkatársait és kíséretük tagjait. Kövessék Önök is innen a díszpáholyból a mai vitánkat. Most az előterjesztői expozé következik, megadom a szót Lukács Tamás képviselő úrnak, bizottsági elnök úrnak, a napirendi pont előadójának 35 perces időkeretben, és köszöntöm Szászfalvi László államtitkár urat is a patkóban. Képviselő úr, bizottsági elnök úr, öné a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Minden törvény alkotásánál nagy felelősséggel és körültekintéssel kell eljárni a képviselőknek és a tisztelt háznak, de ez a megállapítás különösképpen igaz oly törvény esetében, amit sarkalatosnak nevezünk, amely az emberek legalapvetőbb jogait érintő kérdéseket szabályozza, kiváltképpen a lelkiismereti és vallásszabadságot. Engedtessék meg, hogy ebben a körben idézem Eötvös Loránd vallás- és közoktatásügyi miniszter 1894-es felsőházi vitában elhangzott beszédét. Minduntalan találkozunk is egyes részektől oly véleményekkel, oly nézetekkel, amelyek felkapva mások által elfogadtatva, pillanatnyi divat által elfogadott véleményekké válnak. Ezek képezik azon közvéleményt, amelynek hamissága iránt ma annyi panasz emelkedik. De hogyha elvekről, tételekről van szó, amelynek helyessége és a nemzet, az állam életében való érvényessége kérdéses, akkor van egy biztos módunk az ítélethozatalban, ez az okulás a történtekből. Tisztelt ház! Amikor törvényt alkotunk, elsősorban a hatályos törvény erényeiből és hibáiból kell kiindulnunk.
Egyrészt az 1990 évi négyes törvény a német kormány egyik utolsó törvénye, tehát nem a szabadon választott parlament által meghozott jogszabályról van szó. Ettől függetlenül több évtizednyi megaláztatás az ateista állam és a birodalom érdekeinek való kiszolgáltatottság után jelentős lépés volt a vallásszabadság törvénybe iktatása. A korrekt ítéletalkotás és véleményformálás azt is megkívánja, hogy jó, a normák tekintetében színvonalas törvényt iktattak a magyar jogrendbe. Másrészt a szabadság helytelen értelmezése által a törvény nem gondolt a joggal való visszaélés lehetőségeire, amelyet mi, az első szabadon választott parlament képviselői kellő időben észleltünk, és ezért módosítani kívántuk, azonban a minősített többség bármi szükséges lett volna a hibák kijavítására, nem állt rendelkezésünkre. Tehát eljött az idő, hogy a rendszerváltás értékrendjének megfelelően a cél, a feladat és az eszközök harmóniáját ezen a területen is megteremtsük a felelősséggel teljes szabadság kibontására. Tisztelt Ház! Gondolom, mindenki egyetért azzal, hogy nem szükséges külön bizonyítani a joggal való visszaélést egy érzékeny jogterületen, amikor Magyarországon 343, más vélekedések szerint 362 egyházi szervezet van bejegyezve. Nem egy parlamenti expozé témája, hogy a visszaélések számos fajtáját felsorolja, de összevetve más európai országok egyházi létszámaival nem túlzás azt állítani, hogy a vallásbiznisz, a joggal való visszaélés hazánkban az elmúlt 20 évben sajnálatos módon egyre nagyobb teret nyert. Engedjék meg, egy-két számot felsoroljak összehasonlításul: Szlovákiában 18 egyházon bejegyezve, 34 Csehországban, Lengyelországban, ami négyszer akkora népességgel rendelkezik, 104. A nyugat-európai országok közül a legmagasabb bejegyzett szám Franciaországban 75. Ezek a számok ékesen igazolják, hogy valóban a jelenlegi hatályos törvényi szabályozás oly mértékben alkalmatlan volt, hogy valóságos vallási tevékenységet végző szervezeteket fogadjon csak be a rendszerbe, és ez a visszaélés ez olyan mértékeket öltött, ahol kötelessége a törvényalkotónak éppen a vallásszabadság megvédése érdekében a valódi vallásos tevékenységeket iktatni a törvénybe, és kizárni minden olyan lehetőséget, amely ennek a visszaélését idézi elő. A törvényalkotás során tehát figyelembe kell vennünk az egész magyar történelmi vonulatot az állami egyházjog területén, másrészt szükséges elemezni az elmúlt 20 év gyakorlatát is. Tisztelt Ház! Két alapvetést, ahogyan már Eötvös Loránd felszólalásából idéztem, két elvet, tételt kívánunk a törvényjavaslatban érvényesíteni. Az egyik: senkinek a lelkiismeret és vallásszabadsága nem sérülhet, beleértve a közösségalkotáshoz való jogot is. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a közösségi joggyakorlás csak és kizárólag egyházi státusz keretei között valósítható meg. A jelenleg hatályos jogrend is biztosítja a közösségalkotás más formáit, és a jövőben megalkotott civil és egyesülési törvénybe, miután nem csak jogszabályt kell alkotnunk, hanem jogrendet alakítanunk, külön fogunk figyelni erre a kérdésre. Másrészt meg kell akadályoznunk, és meg kell védeni polgárainkat az álegyházak mindennapokban jelenlévő támadásaitól. Ezen támadások egy része közvetlenül is érzékelhető, más része kizárólag csak arra irányul, hogy tényleges teljesítmények nélkül közpénzhez vagy más gazdasági előnyökhöz jussanak. Fel kell tennem önöknek a kérdést. Van-e olyan európai ország, ahol a nemzetbiztonsági évkönyv jelzi,
hogy illetékes állami szerve egy egyház kapcsán nemzetbiztonsági kockázatot állapított meg, és ennek nincs következménye. Tovább megyek. Van-e olyan ország a világon, ahol az illetékes állami szerv, illetőleg az országgyűlési biztos megállapítja, hogy az állampolgárok legszemélyesebb adatait jogosulatlanul kezeli egy egyházként bejegyzett szervezet, és ennek nincs semmi következménye? Van-e joga egy szülőnek, ha mondjuk egy tanfolyamra vagy nyelvórára beiratja gyermekét, hogy tudjon róla, hogy egy egyházhoz iratta be? Van-e joga az egyháznak, hogy megakadályozza azt, hogy a nevével visszaéljenek, jelképeit, szimbólumait más használja, vagy nevében vallási cselekményeket folytassanak? Tudom jól, sokszor hivatkoztunk rá, hogy ez egy következmények nélküli ország, de itt az idő, a változtatásokat ezen a téren is végre kell hajtanunk. Tegyünk közösen azért, hogy valóban érvényesülhessenek az emberi jogok, és annak feltételeit teremtsük meg. Tisztelt Ház! A KDNP képviselői által beterjesztett törvényjavaslat ezen alapelvek mellett kíván válaszolni a feltett kérdésekre, és olyan módon rendezni jogállami keretek között a hatályos alkotmányunknak és a hatályba lépő alaptörvény rendelkezéseinek, nem kevésbé e tárgyban született alkotmánybírósági határozatnak megfelelően ezeket a kérdéseket. Engedjék meg, hogy előre bocsássam, hogy amikor a törvény kapcsán egyházakról beszélünk, akkor ezt nem teológiai értelemben tesszük, hanem egy köznyelvi fogalmat használunk, a vallásfelekezetek, a vallási közösségek, az egyházak jogállása tekintetében. Tesszük ez azért, mert a magyar nyelven ez így módon honosodott meg. Tehát magával az elnevezéssel nem hitbéli kérdésekben foglalunk állást, hiszen minden vallási közösség maga választja meg szabadon nevét, maga dönt felekezet, vallásközösség vagy az egyház név használatáról. A korábbi és a jelenleg hatályos törvény hibája alapvetően abból adódott, hogy rosszul értelmezte a szabadságot, és rosszul értelmezte az állam és egyház szétválasztásának elvét. Konek Sándor professzor egyházjogtan kézikönyvének 1875-ös kiadásából idézek. Az egyház és az állam két egymástól lényegesen különböző, sajátszerű fejlődési törvények között működő létszerv, mindkettőnek életfolyama azonban bármennyire is szétútnak, az egyes külön érdekek számtalan ponton egybeolvad. Tehát az állam és egyház szétválasztása az nem az egyház és társadalom szétválasztása, és ennek az elvnek ilyen értelmezése a törvényben is megjelenik. Ahogy Karl Rahner rámutat, a vallásszabadság joga a szabadság szférából való általános jogból vezethető le, semmi köze nincs egy vallás igazságához vagy hamisságához, csupán azzal a kérdéssel függ össze, hogy a vallási kérdésekben milyen viszonya van a természetes és jogi személyeknek a társadalomhoz, főként pedig a közhatalomhoz. Ahhoz, hogy a vallásszabadsága való visszaérést a magyar jogrendből száműzzük és kizárjuk, ez szükséges a vallás fogalmának definiálása. Tudom jól, hogy az általunk felkért szakértőknek is ez nem kevés nehézséget okozott, azonban szabadjon feltennem egy kérdést. Hogy van az, hogy az általam egyébként nagyon szeretett magyar nyelvben ma már nem lehet egy szót kiejteni úgy, hogy más ne értsen rajta? Milyen vallásszabadság az, ahol szubjektív módon mindenki azt ért alatta, amit akar? Legyünk megengedőek, értsen szubjektív módon bárki bármit alatta, azonban engedtessék meg, hogy a jogalkotónak mégis a jog szempontjából és az állami akarat szempontjából a szavakat egyértelműen kell tudni használni. Ezt megköveteli a jogbiztonság is. Tisztelt Ház! Engedjék meg, hogy az elmúlt 20 év alkotmánybírósági gyakorlatából utaljak elsősorban a 4/1993-as számú határozatra,
amely egyértelműen leszögezi, hogy miközben az állam hitkérdésében nem foglal állást, különböző alkotmányosan értékelhető kritériumok alapján megengedhető, hogy az egyházi szervezetek között a törvényalkotás és az állami hatóság különbséget tegyen. Ez akként jelenik meg a törvényben, hogy minden egyház egyenlő jogokkal bír és azonos kötelezettségek terhelik, másrészt megismételve a 4/1993-as alkotmánybírósági határozatot a norma részévé tesszük. Ugyancsak fontos alapelvet tartalmaz az 1997-ben keletkezett alkotmánybírósági határozat, amely, bár voltak kormányok, amelyet soha nem tartották be, kimondja az egyházi intézmények egyenlő finanszírozásának elvét. A 10/1998-as alkotmánybírósági határozat pedig leszögezi, az egyházak nem vethetők össze bármely nem gazdasági célú személlyel, ezért nem valósít meg diszkriminációt, hogy a felajánlások, adományok 1%-os jövedelemadó tekintetében az államnak ellenőrzési köre erre a területre nem terjed ki. Mindezeket az alkotmányos elveket a benyújtott törvényjavaslat kapcsán a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportja figyelembe kívánta venni. Szólnom kell az egyházi státusz elnyeréséről és a bejegyzés kérdéséről is. A már korábban idézett alkotmánybírósági határozat szerint méltányosnak találjuk, hogy a törvényalkotó biztosítja az egyházak folyamatos működését, akik valóságos vallási tevékenységet folytatnak. Nem állítom, hogy csak ezek a szervezetek folytatnának vallási tevékenységet. Ezért ez a kérdés, azt gondolom, az 1A-1B melléklet kapcsán fel sem vethető, valójában az 1895-ös törvény megalkotásakor, továbbá a későbbi, különösképpen az 1910-es népszámlálási adatok alapján az 1A melléklet könnyen igazolható, független attól, hogy ezt követően később is történtek egyházi bejegyzések. Tisztelt Ház! Engedtessék meg, hogy ezzel a melléklettel kapcsolatban felhívjam szíves figyelmüket arra, hogy bizonyos értelemben azt gondolom méltányos és igazságos azon történelmi körülmények figyelembevételébe, ami egyrészt Trianon jelent, az unitárius egyház vonatkozásába, másrészt pedig a zsidó-izraelita hitfelekezeteket a holokauszt tekintetében. Ezért méltányos, hogy ez az 1A mellékletben nem csak az 1895-ös törvény alapján és kapcsán, de arra hivatkozva ezeket a szervezeteket megjelenítettük és az automatikus bejegyzést biztosítottuk részükre. Itt engedtessék meg, nem kitérőnek szánom, de csak elgondolkodtatására vajon van olyan egyház, amelynek a jogi személyisége hamarabb létezett, mint a magyar állam. Az 1B melléket pedig 20 év gyakorlata és tapasztalat alapján lett összeállítva, még az 1C mellékletnél szintén ez a szempont vezetett minket, illetőleg azokat a munkatársakat, akiknél a 20 év tapasztalatával megbízható módon rendelkeznek. Szabadjon legyen megjegyeznem, hogy az emberi jogok egyetemesek, és joggal várjuk el, hogy olyan területen, ahol a keresztények kisebbségben élnek, ne gyilkolják meg papjainkat, lelkészeinket, vallási alapján ne történjen népirtás, és tiltakozunk mindenfajta megaláztatás és diszkrimináció ellen. De ha ez így van, akkor elsőként nekünk kell tudni gesztus gyakorolni, és önálló, a törvény által történő bejegyzést biztosítani azon közösségek részére, akik ugyan kisebbségben élnek, mégis más kultúrájú és identitású világvallásokat képviselnek hazánkban. Amikor a párbeszédről beszélünk, amikor a vallások közötti párbeszédről beszélünk, akkor elsőként nekünk kell ezt a méltányos elvet gyakorolni, és elsőként nekünk kell tudni gesztust gyakorolni ezen szervezetek iránt és ezen világvallások iránt.